Igen. Szia! Na gyere, nézd meg, mit kapok, csak Mikulás, meg szép. Milyen a tortás, így csak. Képzeld be, a Mikulás járt, nézd ide. Köszönöm. De jó pulcsit van. Nézd ide. Az enyém. A tiéd. Ez mind a kettő a tiéd, ezt kérted ez a Mikulásról. Ez így, csak. Még mindig. Szerettek pázölözni? De meg se köszönni, tessék parancsolni. Én nem tudom. Nehéz anyagi körülmények között élő családokon szeretnék segíteni, illetve igyekszem segíteni. Nem mondom azt, hogy kimondottan ruhaneművel, illetve csak élelmiszerrel, és azt sem mondom kimondottan, hogy csak gyerekekről van szó. Hiszen nem, mert időszemélyeim is vannak, tehát olyan idős nénik, akik igénylik azt, hogy minden hónapban egy élelmiszercsomaggal ellátogassuk hozzá. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egyedül élő nénik, senki, tehát gyerek nincs, támogatás nincs. Úgyhogy nem kimondottan csak a gyerekvonala az, amin megyek. Egy évvel ezelőtt egy alapítvánnyal kezdtem tulajdonképpen, tehát egy alapítványtag voltam. Januártól úgymond ebből az alapítványból kiléptem, és azóta egyedül tevékenykedem. De hát azelőtt is voltak ilyen próbálkozások tulajdonképpen, ugye én Nagy Muzsajban élek, és az egyik, igaz, az ténylegesen karácsony előtt történt, az önkormányzat segítségével egy idősek karácsonyát hoztunk létre az iskolába, ez azt jelenti, hogy nagyon készségesen segítséget kaptam az alsós tagozattól, tehát az iskolai alsós tagozattól, az óvodásoktól, akik ugye készítettek dalokat, verseket, és meghívtuk a faluban élő időseket, mi pedig a konyhán tevékenykedtünk töltött káposztával, forradból, a tával, hogy azért ünnepeljenek egy kicsit az idősek is. Tehát ez nem most kezdődött.